A mai adásban informatika történetről lesz szó. Egyébként a legenda szerint egy szappandobozból és egy dezodorgolyóból készült ennek az egérnek a prototípusa. Megnézzük a társadalmi vonatkozásokat is. És egyébként jó pár börtön viselt magyar kibernetikusban. Képes Gábort, a mai vendégünket már egész korán beoltották a témával. Szüleim nemzedékhez mondjuk Winnetút olvasott, vagy Egri csillagokat, addig én a mikromagazinnak a különböző leírásait olvasgattam. Neked azok voltak az ágy alatt elrejtve. Abszolút. Iratkozzatok fel, rövidesen kezdünk. Sziasztok, én Habci vagyok. Én pedig Robi Laci. Most is lesz egy vendégünk. Úgy, ahogy minden héten. Múlt héten be is harangoztuk, hogy ki lesz az, ezért érdemes hallgatni minket, mert akkor már tudhatnátok. Viszont aki nem hallotta a múlt heti adás végén, annak még várnia kell egy kicsit, ugyanis jött két üzenet, az egyik Árpitól YouTube-on, a másik pedig Sünitől a Szertár üzenőfalán. Mindketten ugyanazt írták meg. Igen. Azt, hogy a Teslát is sikerült feltörni. Köszönöm szépen. Ezzel kezdtük legutóbb, hogy így volt. De lehet, hogy a Jeepet is. A Jeepet is valószínűleg, tehát nem vonjuk kétségbe, viszont Habci most diadalittas mosollyal ül a stúdióban. Vele szemben pedig itt van az az ember, aki valószínűleg nagyon sokat tud arról az útról, ami elvezetett a Tesla feltöréséig, vagy éppen a Jeep feltöréséig, mert hogy a számítástechnika történetéről nagyon-nagyon-nagyon sokat tud, mert hogy Képes Gábor a vendégünk, aki, ki vagy te, és honnan értesz ennyit a gépek történetéhez? Hát nagyon köszönöm ezt az erősen túlzó felvezetést, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én jelenleg a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság főmunkatársa vagyok, és remélem, hogy sokat fogunk beszélgetni a társaságunkról és a társaság által fejlesztett kiállításról. Korábban meg egyebek mellett a Országos Műszaki Múzeumnak voltam a főmúzeológusa, tehát ha így visszagondolok, akkor úgy hivatalosan 2004 óta foglalkozom informatika történettel, de a fertőzés az korábban kezdődött. Ha érdekel, akkor szívesen elmesélem, már gyerekkoromban valami a fejemre esetett, lehet, hogy egy Commodore 64, mert már ezzel elkezdtem foglalkozni. Sőt, egyszer mesélted nekem, hogy a bátyát fertőzött meg ezzel? Bátyám fertőzött meg 1986-ban. Történelmi műsor következik. Akkor kaptunk egy Sinclair ZX Spectrum nevű 48 kilobájt RAM memóriájú számítógépet, amit rákötöttünk a család nagyképernyős fadobozos színes televíziójára. Gyerőgép. És gyerőgép. Hát ez annyira megtetszett nekem, előtte csak egy Hanimex TVG 070C típusú ilyen Pong jellegű konzollal volt alkalmam játszani. Annyira megtetszett nekem, hogy rájöttem, hogy ez az emberi kultúra egyik csúcs teljesítménye. És ezen az úton elindulva elkezdtem mikroszámítógép magazinokat és bitleteket olvasgatni, tehát még a szüleim nemzedékhez mondjuk Winnetút olvasott, vagy Egri csillagokat, addig én a mikromagazinnak a különböző leírásait olvasgattam. Neked azok voltak az ágy alatt elrejtve. Abszolút. Hát nem csak azok, de erre most ne térjünk ki. Pornólapokba rakta be a erre most ne térjünk ki, de két, hát főleg azért ne térjünk ki, mert ugyanez a korszak a VHS magnóknak is az aranykora, és azért a Fisher márkájú VHS magnónkon, aminek egyébként még vezetékes távirányítója volt, azért az egy-két erotikus jellegű videókazetta is érkezett, talán Nyugat-Németországból, de mindegy, ez most tényleg egy kitérő, viszont annyira megkedveltem a számítógépeket, hogy 92-ben adtunk föl egy hirdetést a Commodore Világ nevű labban, hogy a képes fivérek régi számítógépeket keres, és hát erre a hirdetésre mindjárt jelentkezett is a frissen létrehozott Postafiók címünkön egy úr, aki egy primo típusú magyar számítógépet adott el nekünk, ha jól emlékszem, 3000 forintért. Az mennyi volt akkor? Halvány fogalmam nincs, de sokkal több, mint manapság, és ezt postai úton megkaptuk, egész pontosan véletlenül rossz helyre kézbesítették ki, és halálra vált arccal hozta el egy úr autóval, hogy ez egy számítógép
számítógép, és teljesen el volt sápadva, hogy valami lexikont várt, és helyette kapta. Na mindegy, és hát ezzel elkezdődött egy őrület, egy számítógép gyűjtés, ami nekem a középiskolás éveimet különösen meghatározta. Majd a ELTE bölcsészettudományi karára jelentkeztem. Mert igen, ezt akartam mondani, hogyha nem is bölcsészmérnök, de legalábbis bölcsészinformatikus vagy, de lehet, hogy akkor a bölcsészmérnök teljes mértékben, és a bölcsész karon lehetőségem adódott arra, hogy egy informatika történet szemináriumot kezdjek 21 éves fejjel, és én elhatároztam, mert éreztem a bizonytalanságot magamon, hogy azért én ehhez még kicsi vagyok, hogy önállóan vezessek egy szemináriumot, hogy meg fogok hívni híres előadókat. És a fővárosi telefonkönyvből fölhívtam az első magyar számítógép egyik építőjét, tervezőjét, Kovács Győzőt, aki egyébként az általam már korábban említett Mikromagazinnak volt a főszerkesztője, vagy szerkesztőbizottság elnöke, és a Neumann Társaság egykori főtitkára, aki fölvette a telefont, úgy elbeszélgettünk, mintha ezer éve ismernénk egymást, el is jött erre a szemináriumra, rá jellemző módon a kis tweed zakójában, csokornyakkendőjében, mintegy másfél óra késéssel esett be a terembe, viszont 45 perc helyett két órán át beszélt, ezt igyekszem majd én is kamatoztatni, ezt a skillt. Sajnos van stúdióidőnk, úgyhogy... Igen, még a bevezetésre járok, ne jegyetek meg, és ő mondta nekem egy-két évre rá, hogy készülnek Neumann János centenáriumára 2003-ban, és szeretné, hogyha a magángyűjteményemet hasznosítanánk, és akkor a Természettudományi Múzeumban rendeztünk egy kiállítást, azért ott, mert a kiállítást rendező Országos Műszaki Múzeumnak nem volt kiállító terme, az egy zárt raktárépület volt. Jártatok már benne, jelenleg Műszaki Tanulmánytár néven egy látogatható raktár. Sőt, még egy videót is feltöltöttünk onnan, úgyhogy hát két részre bontottuk, igen, ahol különböző régi kütyüket kellett felismernem, hogy mik lehetnek azok. Így van. Abszi elég erősen megszivattál ott. Nézzétek meg YouTube-on. Ez izgalmas volt. Igen, hát azoknak a tárgyoknak egy részét én gyűjtöttem be múzeumokosként, tehát megismertem a Spektrum klont is abban a furcsa dobozban, meg a Jánosi féle flopit is. Na mindegy, tehát a Műszaki Múzeum rendezte a kiállítást, de mivel nem volt kiállító terme, mert hát Magyarországnak egy ilyen science múzeum az úgy látszik nem kell, ezért inkább a Természettudományi Múzeumban rendeztük meg, ahol ilyen kitömött állatok között raktuk ki a magyar számítógépek a csodáit. Csatarizó barlangi medve. És a megnyitón odajött hozzám a Műszaki Múzeum akkori főigazgatója, dr. Vámos Éva, és megkérdezte, hogy na fiatalember, ilyen na, érdekes stílusa volt, nagyon jól tudtam szegényt parodizálni, ő mondta, na fiatalember, hol fog dolgozni diplomázás után? Mondtam neki, hogy még nem tudom, és ennyit mondott, hogy akkor itt. és így a magángyűjtést gyakorlatilag abba hagytam, a tárgyok egy részét neki adtam a múzeumnak, nem mindent, azért még ülök egy kisebb kollekción, de a nagy részét nekik adtam, és múzeológus lettem. És most is elég keményen menedzselsz épp egy kiállítást, csak ez Szegeden. Igen, ez Szegeden található a Neumann János Társaságnak köszönhetően, az a neve a kiállításnak, hogy a jövő múltja, amit nem én találtam ki, tehát ékeskedem a főnökömnek a gondolatával, mert ezt Alföldi István találta ki, a társaság igazgatója, ezt a címet, hogy a jövő múltja, és ez egyrészt egy állandó kiállításnak a neve, másrészt pedig egy tőle teljesen függetlenül is olvasható magyar és angol nyelvű informatika történet könyvé. Maga a kiállítás az 1000 négyzetméter, valamivel több is, mint 1000 négyzetméter. 2013-ban Neumann János lánya, Marina von Neumann Wittmann nyitotta meg. Két szintet képzeljetek el, én szerintem elképesztő, és ezt már akkor is mondtam, tehát nem csak azért mondom, mert most főállásban a Neumann Társaságnál dolgozom, de gyakorlatilag az első magyar számítógép megmaradt részegységeitől kezdve egészen a laptopok, a hordozható eszközök történetéig, a személyi számítógép történetéig minden ott van, és aki nem elégedett azzal, hogy 1000 négyzetméteren ezt az elképesztő kalandot végigélheti, az még bemehet, mert van egy interaktív videójáték kabinetje is, ahol egy csomó régi konzollal meg számítógéppel még játszhat. És... Nagyon csillog a szemed, Habci. Látom. Igen, számítógépes játékok nagyon közel állnak a szívemhez, még ha nem is annyira a régiek gyűjtése, de így egyébként ez nekem nagy szívügyem. Én azt akartam kérdezni gyorsan, hogy
Ez az, nem nagyon hallottam mostanság itthon ilyenről, hogy lenne. Van még valami más ilyen gyűjtemény, ami hát ezeket a legnagyobb összeszedi? Gyűjtemény az egész biztosan a ez. Nem, ne, a Neumann János Számítógép Tudományi Társasági, úgy kérlek, illetve... Kérlek, sorold a konkurenciát. Illetve, hát egész pontosan van egy szintén a társaságunk közreműködésével alapított alapítvány, az a neve, hogy Informatika Történeti Múzeum Alapítvány. Ez egy közérdekű múzeális gyűjtemény, amelynek öt halomban, tehát Szeged külső részén lévő egykori szovjet laktanyában van egy óriási nagy raktára, amire én azt szoktam mondani, hogy az a jéghegy, és annak a jéghegynek a csúcsát állítjuk ki a Szentgyörgyi Albert Agórában az informatika történeti kiállításunkon. De most ez a jéghegy csúcsa, ebben olyan finomságok vannak, mint a Razdan nevű szovjet tranzisztoros számítógép, ami 27 szekrényből áll. Várja, így ez azért relativizálja azt, hogy mekkora a kiállítótér. Tehát azt mondod, hogy két emelet, de ebből egy emeletet... Egy darab. Egy emeletnek a negyedét mondjuk, vagy ötödét. Igen, hát igen, ez kétségtelen, hogy nagy vasakkal is dolgozunk. Egyik idősebb kollégám mondta, hogy soha ne bízz meg egy olyan számítógépbe, amit fölbírsz emelni. Ez egy nagyon mély gondolat, hogyha belegondolunk. No, igen, le is fagyott most igen, az előbb. Az, amit használunk a felvételhez. Lehet ebben valami. Igaza volt, és egyébként IT-biztonság szempontjából is a Razdal az tökéletesen védett. Tehát... Én a feltörés csákánnyal végezték. Így van, és a bug volt a rendszerben, az azt jelentett, hogy egy valóban egy poloska bement és zárdatot okozott. De aztán onnan is származik, nem ez a kifejezés? Igen, lehet, igen. Így van. Tehát ez az alapítvány azt hiszem, hogy a legnagyobb gyűjtemény az országban, sőt a világ 4-5 legnagyobb gyűjteményében van, és azt hiszem az is kuriózum, hogy egy civil szervezet, egy non-profit tudományos társaság az fölvállal egy ilyen küldetést, hogy Magyarországon egy átfogó informatika történeti kiállítást fejleszt, de emellett Óbudán, az Óbudai Egyetemen van Kutor Lászlónak gyűjteménye, amely szintén most már az egyetem folyosóján van vitrinekben kiállítva, az is egy átfogó, kisebb, de átfogó informatika történeti kiállítás. És ezek látogathatók? Tehát, hogy igen, bemegyek az Óbudai Egyetemre, akkor... Én azt gondolom, hogy igen, hiszen az egyetemek azok nyilvános intézmények, bárkit. Tehát beengednek bárkit, bár azért nyilván elsősorban a diákok látogatják, ezt is a társaságunk gondozza részben az Óbudai Egyetemmel együttműködésben. Nekünk van egyébként egy informatika történeti fórumunk is, tehát egy olyan szakosztályunk, amelyiknek a fő profilja az informatika történet kutatása, és a Kutor László tanár úr ennek volt az elnöke, és az ő magángyűjteménye alakult át egy ilyen látogatható kiállítása, de emellett szerencsére rengeteg magángyűjtő is van, nagyon érdekesen specializálódva. Hát az én kedvencem az a Pálfi Balázs, remélem, hogy hallgatja a műsort, majd elküldöm neki a linket, hogy itt szembe is ízelegjek neki, na mindegy. Neki van egy Flipper múzeuma Újlipótvárosban, ami elég sokat szerepelt most erről a hírekben. Igen. Abszolút érdemes megnézni egy interaktív, kvázi egy interaktív játékteremnek is mondanám, de mellette ő is egy közérdekű múzeális kiállítóhely, és abszolút múzeumi szabályoknak megfelelően. Igen, ezt most már a hatóságok is tudják. Én voltam a tanú, én ott üldögéltem egyébként a bíróságban, amikor őt megvádolták azzal, hogy játéktermet üzemeltet, de aztán a bíró nem hívott be, mert végül nélkülem is úgy döntött, hogy ez valóban egy emmi engedéllyel bíró intézmény. Miben lehet keveredni, hogyha ilyesmire adja az ember. Igen, fejét. Rendkívül veszélyes, de ezek úgymond, hogy mondjam, tehát múzeumi jeggyel kipróbálható berendezések, és valóban egész régiek is vannak köztük. Ha jól emlékszem, van olyan, ami az amerikai nagykövetségen üzemelt a 50-es vagy 60-as években, tehát különleges darabok. És hát emellett még sok-sok magángyűjtő van, mivel nem akarok nagyon hosszan beszélni a látszat ellenére, ezért csak egyet említek meg, Nagy Károly barátunkat, akivel szintén nagyon régóta dolgozunk együtt, ha ezt munkának lehet mondani, inkább szenvedélynek nevezném, vagy hivatásnak, és most a szegedi kiállításunkban látható, vagy mellett látható egy Nem esett messze az alma a fájától című kiállítás, ami az ő gyűjteményére alapul. Erről szerintem beszéljünk mindenképpen, viszont egy annyi kiegészítés, hogy Gábort úgy képzeljétek el, hogy most van egy iPhone-ja, remélem ez nem gond, hogy lelőttem. Így van. És azon ilyen hát Commodore 64 emulátorok vannak. Hát fényképező emulátor, nem? Vagy valami ilyesmi volt az? Kérlek szépen, én ahogy megkaptam az iPhone-omat, nagyon büszke vagyok rá, mert egy remek kis készülék.
pedig nem kapok szponzori díjat az Apple-től, nagyon nem, na mindegy. Ennek ellenére az első alkalmazás, amit letöltöttem rá, az egy basic programozási nyelv volt, már csak Kemény János tiszteletére is, aki megalkotta a basic-et. A második az egy Conway-féle életjáték, a harmadik egy fraktálnézegető, és hát mindjárt ezek után egy ilyen Commodore 64 imitáló kamerát is letöltöttem rá, nem tudom mi értelme van, viszont haszontalan. Ezekről fogunk beszélni, illetve az Apple kiállításról egy rövid szünet után. A szertárt önerőből készítjük, így ha hozzá tudtok járulni a költségeink fedezéséhez és esetleg a technikai fejlesztésekhez egy jelképes havi összeggel, azt megköszönjük. A Patreonon minket támogató előfizetők ráadásul már csütörtökönként hozzájuthatnak az aktuális heti adáshoz. A Patreon oldalunk címe www.patreon.com/szertár. Köszönjük a támogatást! A szünet előtt ott hagytuk abba, hogy Apple kiállítás, illetve hogy milyen alkalmazásokat töltött le először a telefonjára a vendégünk. Folytassuk utána kiállítással. Van az még egyébként? Meg én azt olvastam, igen, hogy vége lett szeptember végén, vagy ez nem szeptember az volt? Végén Újpesten lett vége, ja, ahol a közösségi házban állítottuk ki Újpest központ mellett, és egyébként valami elképesztő látogatottsága volt, tehát 3 hét alatt több mint 1000 diák nézte meg. Igaz, azon a helyszínen ez egy ingyenesen látogatható kiállítás volt, de tényleg egymásnak adták a kilincset a diákcsoportok. Azt azért mondjuk el, hogy nem esik messze az Alma fájától című kiállítás, ez az Apple termékeknek a... Igen, ez az Apple 40 éve, aha, előtt tisztelek. Fantasztikus szóvicó. Igen, mint a te mondtad. Mint a én mondtam. És a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság informatika történeti kiállításában látható évvégéig, úgyhogy még lehet sietni és megnézni. De ezt hogy kell elképzelni, így ki van állítva mondjuk egy iPhone 1S, vagy... Az pont nincs. Van egyáltalán ilyen fogalmas? Szerintem nincs, egyébként nem tudom. Viszont jó pár kuriózum ki van állítva. Az én kedvencem az az Apple Lisa, amelyiket Steve Jobs a lányáról nevezett el, kvázi vezeklésként egyébként, de hát ez a életrajzából kiderül, meg a filmekből. Miért? Nekem nincs meg. Nekem sincs. Miért vezekelt? Hát lehet, hogy ez túlzás, így fogalmazd, hogy vezeked, de hogy mondjam, tehát nem vette sokáig a nevére a lányát, meg ez egy sokáig egy ilyen konfliktus terhelt. Azt hittem, hogy valamilyen Windows alapú gépen volt. Szeretett volna játszani, és nem engedte neki, ezért csinált neki egy Macintos alapú. Nem, de ez egy egész különleges számítógép, ez az Apple Macintos előtt egy évvel jelent meg 1983-ban, egyébként Kevin Costner reklámozta. Maga a reklám is megérne egy misét, mert hihetetlen izgalmas, hogy a laza irodai életmódot, ma azt mondanánk, hogy ilyen fancy stílusban mutatta be. Egyébként egy jó $10,000 körüli áru számítógép volt, tehát végül ez a túlározottsága ez megmaradt a mai napig. Hát ez megmaradt a mai napig, de azért mérséklődött, tehát ez annyira túlározott volt, hogy nem nagyon terjedt el. Van hozzá. És abban volt még Jack Dugó, vagy már? Volt. Van rajta egy cipős doboz méretű 5 vagy 10 megabajtos Winchester, és ehhez már van egér, mert ez volt az első nagyobb forgalomban kapható személyi számítógép, amelyik egeret használt és grafikus környezetet használt. Egyébként a legenda szerint egy szappandobozból és egy dezodorgolyóból készült ennek az egérnek a prototípusa. Azért bizonytalanodtam el, hogy fogalmazzam meg, hogy az első, mert egyébként a Xerox cégnek a Xerox Alto nevű munkaállomásából terjedt el ez az ikonvezérlés, mint gondolat. De az Apple Lisa terjesztette ezt el, és hát a kiállítás látható az eredeti Apple Macintos 128 kilobajt RAM-mal. Kipróbálhatóak ezek egyébként? Ezek nagy, pont nem, ezek vitrínben vannak. Ezek már azért igen nagy értékek, viszont egy legalább ekkora értékű gépet a Nagy Károly barátunk kipróbálhatóvá tett tárlatvezetőnek a felügyelete mellett az Apple 2-est, amelyik a 70-es évek végétől a 90-es évek elejéig gyártásban volt különböző formákban, és azon lehet egy remek Summer Games nevű ilyen olimpiai játékot játszani, de azt előre jelzem, hogy gerelyhajításból engem nem lehet legyőzni. Tehát kedves látogató, bármit kipróbálhat, de a személyes értésnek fogom venni, hogyha abban legyőz. Beszélgettünk telefonon tegnap, és be kell vallanom, hogy én ezt már
akkor eldöntöttem, hogy ennek az adásnak az lesz a címe, hogy Pornográf disztihonok Apple-re. Hát kérlek szépen, egészségedre várják. Ugyanis arról beszélgettünk, hogy hol ér véget mondjuk egy kiállításnak a megtervezése, vagy mi az, ami még beleférne például? Hát az a baj, hogy sehol nem ér véget, tehát nekem állandóan jár az agyom, állandóan gondolkodom, éjszaka fölébredek, fölirogatok valamit, reggelre elfelejtem azt is, hogy hova tettem a cetlit. De tudod, miért mondtam a pornográf, mert miután megnyitottuk a kiállítást, utána jutott eszembe, hogy egy zicsert kihagytunk, ugyanis Apple Macintoson íródott az első magyar versgenerátor, amit Pap Tibor írt, egy párizsi magyar költő, akit nem olyan régen köszöntöttünk a 80. születésnapján az Írószövetségben, hál' Istennek most is remek egészségnek örvend, és én szívesen beszélek róla minden fórumon, mert születésnapjára gondolom, hogy olyan verset kapott, amit ebből csináltak. Hát abból kaphatott volna rengeteget, mert ez több milliárd verset tud élni. Ebből meg is jelent egy kötete. Akkor olyan, így van, a 90-es évek elején. Ezt meg is találtam, azt írja az előszó, vagy legalábbis az online leírás. Ez az első. A MEG-ben, a Magyar Elektronikus Könyvtárban letölthető. Az első magyar automatikus versgenerátor program, a Disztihon Alpha, bármelyik Apple Macintos számítógépen automatikusan magyar verseket, nevezetesen disztihonokat ír ki a számítógép képernyőjére. A generált versek 1. nyelvtanilag hibátlanok, 2. értelmesek, 3. tökéletesen kielégítik a disztihon formai ismérveit. Ez így van, több milliárdot tud írni ez a program, úgyhogy egyszer a Tibor kiszámolta, most fejből nem tudom, hogy hány hangárt töltene meg, hogyha az összeset kinyomtatnánk. Úristen! De egyszerűen nincs annyi emberöltő, amennyi alatt végig lehetne olvasni. És szándékosan választ pornográf szövegeket? Hát a Tibor szereti a pajzán hangulatot, ő egyébként egy remek, tényleg. Én nem találtam effektíve ilyet, de... Nézd, nem csak, tehát tréfás, pornográf, egész mély gondolatú versek is íródnak. Mondok néhányat. Langymeleg őstörténeti angyal, az angyali költő, feltúrt aknamezőn képzeli el Szodomát. Vagy egy másik, náci beszéd büdösíti a versek szűzi derűjét, vagdalt szócafatok, durvák magtalanok. Ezek értelmes szövegek, és elemezhetőek, és tökéletes versek, tehát amellett, hogy most mosolygunk rajta, hogy pornográf, mert tényleg vannak benne pajzán kifejezések is, de ez egy nagyon mély gondolat, amit a Tibor megcsinált. Ez kérdés. Egy adatbázist, bocsáss meg, tényleg csak egy szót ad mondjuk, hogy egy adatbázist hozott létre, amelyből válogat ez a versgenerátor, de ő a szerzője az összesnek, tehát ezt ne úgy képzeljük el, hogy a számítógép írja, ő hozott létre egy fantasztikus adatbázist, és hozzá egy olyan szabályrendszert, hogy ebből értelmes szövegek jöjjenek ki. Tehát ennek az egésznek papírban szerzője. Ezt mikor csinálta? 90-80-as évek? 90-es évek elején jelent meg egyébként. Talán máig lehet, hogy nem az egyetlen, de én még nem sok olyan verses kötetet láttam, aminek 3,5 szoros floppy melléklete van. Igen, ez igaz. De megszakítottalak, mit akartál mondani? Csak elkezdtem mélázni, hogy így hol, tehát így a versnek az irodalmi értéke, nem tudom, így kicsit átértékelődik, hogyha egy számítógéppel ki tudunk belőle köpetni milliárdnyi. De ez nem köpetés, itt egy komoly adatbázisról van szó, ami egy irodalmi mű. Tehát az, hogy ő milyen szavakat, milyen szórendben, milyen jelző szerkezeteket válogat, az egy komoly költői teljesítmény. De ezt úgy képzelem, mert van egy, nem tudom, generálj egy verset gomb, rányomok, és akkor kiköp nekem egyet. Pontosan így, vagy hogyha úgy hagyod, akkor 1-2 másodpercenként ezt be tudod állítani, hogy milyen sebességgel írja egymás után. Elég hátborzongató érzés, mert az nagy valószínűséggel, amit éppen elolvasol a képernyőn, azt emberi lény soha többé nem fogja olvasni. Ja, mondjuk így belegondolva. És mi meg az, hogy 2016-ban itt elmélkedünk, ugye több adásban is arról, hogy a gépek vajon mit tudnak, mit nem tudnak, mesterséges intelligencia hol veszi át az embereknek a szerepét, akár a kultúrában is, és már a 90-es évek elején, 80-as évek végén ilyenek voltak. Egyébként bámulatos, találtam olyan disztihon generátort, ami szintén magyar, és generál neked bármilyen disztihon, de lényegében ilyen értelmetlen szövegeket, hát ez karaktereket lök egymás után. Tehát tényleg egyébként beleolvasol, nagyon jók. Meg viszont késett a villamosom, amíg jöttem ide, úgyhogy... Összedobtál te is egyet. Összedobtam én is 2 disztihon. Na halljuk, Zsíros László Róbert. Reflektálva az adás címére.
pornográf üzenettel kattintásra vadászunk. Éltet a like igazán, osszat hátszaporán. Gyönyörű, gyönyörű. Van egy másik. Hallgast, hogyha pedig már várod az új epizódunk, Patreon oldalon, ó, légy te ma támogatónk. Elképesztő. Ez egy kicsit erőltetett volt a második talán. Tökéletes, tökéletes. Tökéletes. Nem tudom eldönteni, hogy hol ér véget az író, és hol kezdődik a direct marketing. Ez valóban a kettő határmesdjéjén egyensúlyozunk. Nagyjából. www.patreon.com/szertár támogassatok minket egy jelképes havi összeggel. Daktilusban is lehet. Én azt akartam kérdezni, hogy például te honnan szerzed be ezeket a dolgokat? Mert láttam, nem tudtam nem észrevenni, nagy órarajongó vagyok, hogy a kezeden is egy, hát nem is tudom, ezt számítógépnek nevezhetjük, szerintem én azt szoktam mondani némi iróniával, hogy okos óra. Igen, ez az első okos óra, talán első számológépes óra. Ez milyen menő volt, amikor én általános iskolás voltam? Hát akkor le kell, hogy lombozzalak benneteket, mert a Casio nevű gyártómű ezt máig gyártja, úgyhogy én ezt tavaly vagy tavaly előtt a születésnapomra kaptam újonnan. Tehát ez nem volt egy gyűjtői bravúr ezt beszerezni, de hát hogyha azt nézzük, hogy mondjuk az alapítvány számára hogy gyűjtünk, ott egyrészt rengeteg felajánlás érkezik, tehát egy idő után már egy picit önjáró is, mert a minket ismerő látogatók, illetve a minket ismerő intézmények tudják, hogy jó helyen lesz ajánlanak föl. Másrészt máig elképesztő értékek vannak iskolákban, oktatási intézményeknél, akár selejtraktárokban, bármilyen bármilyen humorosan hangzik, lomtalanításokból is értékeket lehet találni, mert nagyon gyakran előfordul, hogy egy mérnök vagy egy műszakilag művelt személy meghal, és fogalma nincs az örökösnek, hogy a hagyatékhoz milyen értéket képvisel. Egyébként pont most vagyunk ott, amikor a retro számítógépeknek vagy régi számítógépeknek az értéke az valamilyen szédületes mértékben nő meg. Tehát azok a régi 70-es, 80-as évekbeli számítógépek, amelyeket még egy 10 évvel ezelőtt is pár ezer forintért lehetett megkapni, azok most már külön gyűjtői értéket képviselnek, ami nem véletlen, mert ma már a gyűjtők társadalma az nemzetközivé vált. Tehát figyelik, hogy az eBay-en, figyelik, hogy a különböző országok aukciós oldalain egy-egy számítógép milyen értéken cserél gazdát, és hát kezdik hozzáigazítani ehhez a magyar aukciós oldalak kínálatát is. Ráadásul nem koptak ki teljesen, mert volt egy cikk nemrég, erről beszéltünk az adás előtt, egy megerősített, és te mondtad, hogy egy lengyel autószerelő műhelyben a mai napig egy Commodore számítógépet használnak, és le van fotózva, ilyen únyi vastagon áll rajta az olaj, meg a benzin, meg a nem tudom micsoda, de azt mondja a gazda, hogy teljesen jól ellátja a feladatát a mai napig. Hát mintegy 10 évvel ezelőtt ennél komolyabb helyen a Központi Fizikai Kutatóintézetben is láttam Csillebércen Commodore 64-es. Én erre azt szoktam mondani, de... Kiderül, mivel találták meg a Higgs bozont. És lehet, hogy illúziórombolóan unalmas lesz, amit mondok, de én azt szoktam mondani, hogyha valami a funkciójának megfelel, akkor azt nem kell kiváltani. Tehát, hogyha az a derék Commodore 64 abban az autószerelő műhelyben azt az egy kis műszer feladatot, amit el kell látni, az jól megoldja, akkor azért, hogy csillogóbb, szebb, kisebb, elegánsabb, formatervezettebb legyen, azért a világért csalálják ki. Úgyhogy, de egyébként nagyon érdekes, hogy ezzel kapcsolatos nézeteinket hogyan befolyásolják az előítéletek. Erről egy rendkívül rövid példázatot hadd mondjak el a golyós számológép, vagy számolóeszköz az Abacus kapcsán. Tárlatvezetéseken mindig el szoktam mondani, hogy a golyós számolóeszközt több országban máig használják. Az egyik történetem az a szorobánról szól, a japán szorobánról, amit mind a japán oktatásban használnak, mind van egy híres eset talán a 40-es évekből, amikor összemérték egy japán szorobán használónak a tudását egy akkori korszerű amerikai elektromechanikus számológépével, és a szorobán használó nyert. És amikor ezt elmondom, akkor csettintenek, hú, a japán kultúra, ez elképesztő, fantasztikus. Holott?
Holott utána elmesélem, hogy a Szovjetunióban, a gumáruházban nagyon sokszor le volt takarva az elektronikus pénztárgép, és a szcsotén, tehát a golyós számoló eszközön számolt a pénztáros kisasszony. Stikába alul. Akkor ugyanezt a történetet már leszólják, hogy jaj, hát milyen elmaradott volt ez az ország. Tehát ebből látszik, hogy pontosan ugyanazt a történetet a saját előítéleteink hogyan befolyásolnak. Én mind a két esetben azt mondom, hogy ha a funkciójának jól megfelel, akkor használják bátran. Egy rövid szünet után mindjárt innen folytatjuk. Na, mehetünk a hírkvíz első felébe? Bele? Bele, kikezdje. Menjünk bele. Hát remélem nem olyanok lesznek, amit én is hoztam, igen, meg te is hoztál. Remélem szintén. Történelmi eseményeket nem ismétlünk meg. Kezdjem én? Kezdte. Jó hírem van. Hashtag magyar siker. A Hackaday Prize 2016 nemzetközi versenyen Molnár Áron és mentora Medvegy Tibor negyedik helyezést ért el egy új elven működő dőlésérzékelő szenzorral. Ezzel pedig 10 000 dollár jutalmat is hazavihettek. Hoppá. Áron egyébként 17 éves, mellékesen, és ráadásul jön is majd vendégnek hozzánk rövidesen. Megértettem vele, és mondta, hogy jön nagyon-nagyon szívesen. Szuper. Megkérdeztem, hogy miről szól ez a találmány, stb. A szenzor lényegében egy 3 tekercses transformátor, a tekercsek vasmagjaként egy folyadékot használt Áron, méghozzá... Úristen! A 5W30-as motorolajat, ugye szegény ember vízzel főz, ez volt otthon, és a viszkozitása pont megfelelő volt. B. Ferrofolyadékot, tudod, ez a... Amit az órákban is használnak most. Igen. Mágnesezhető kollaid. C. Higanyt, mert hogy elég pici a szenzor, tehát nagy sűrűségűnek kell lennie a cuccnak, ami benne van. Tehát jó, nem mondom a indokokat, tehát kis mennyiség is elég így belőle. Segítesz, nyugodtan mondjad. Nem, hát ez a lényeg, mindegyiket meg tudom indokolni. Tehát olaj, ferrofolyadék, vagy pedig higany. És fogja hallgatni ezt az adást, tehát... Ki fog röhögni, hogyha nagyon nagy hülyeséget mondok. Dőlésszög. Szerintem az olaj azért nem lehet jó, mert felkenül... Az nem dől. De csak valószínűleg nem pontosan, tehát feltételezem, hogy van ez a folyadék, ez nem egy teljesen zárt dolog, tehát ez a folyadék elmozdulásából számít valamit ki ez a dolog, nem? Hát el kell mozdulnia, és ehhez kell egy megfelelő viszkozitású anyag, ami igen, olyan az olaj ütemben szerintem... tud elmozdulni, és erre a motorolaj ez pont jó. Túl sűrű, meg nagyon kenődik szerintem ez, nem? A ferro folyadék lehet... De hogyha nincs nagyon itt, vagyis hát van mágneses tér, nem, ha azt veszünk. De, bőven transformátor. Van. Jó, ez lehet. A higany az ilyen környezetben nem tudom feltétlenül, hogy viselkedne. A ferrofolyadék... Nincs meg a lüktető higany szív nevű kísérlet? Nincs. Majd nézzetek utána. Segítene? Házi feladat nézzetek utána? Nem. Akkor kösz, hogy mondod. A B, ferrofolyadék. Jó, örüljél. Igen, ez az. Tehát akkor van. Beszéltem amúgy vele. Persze. Egyébként nagyon vicces volt, mert szombaton együtt dolgoztunk egy rendezvényen, Fehérváron. Volt ott egy Okos Jövő Napja nevű rendezvény, amihez én raktam össze az állomásokat, és volt egy ilyen robotika állomás, és őt hívtam, hogy ez biztos nagyon élvezné. És akkor még nem mondott semmit, és... ma vagy vasárnap délután írja, hogy ja igen, egyébként tök jó, mert van 10 000 dolláron, vagy valami ilyesmi. Szerintem ezt miért nem mondtad akkor? Hát mert vasárnap hajnalban derült ki, tehát de király, nagyon-nagyon friss. Most neki. Egyébként hétfő van azok kedvéért, akik hallgatják az adást. Na jó, most jön az én kérdésem, jó? Szintén magyar vonatkozás, ha már egy ilyen volt, úgy látszik, nekem hogy összejátszottunk. Nekem a következő is magyar vonatkozás lesz. Egy 2013-as kutatásból, amit egyébként Barabási Albert László vezetett, kiderült, hogy meg lehet jósolni a már meglévő hivatkozások alapján egy új tudományos cikk jövőbeni idézettségét. Nem tudom, erről hallottál-e. Volt-e valami ilyesmi. Viszont egy most megjelent új kutatásukban, amit a kutatócsoportjával végeztek, kiderült, hogy mégsem. Továbbfejlesztették, és egy új modellt vezettek be, amelynek alapja a Q-faktor. Q-faktor. Mint kiderült, a véletlen sokkal nagyobb szerepet játszik egy kutató sikerességében, mint hogy azt eddig hitték, és ezt kiküszöbölendő, azt nézték, hogy felfedeznek valami olyan kvantifikálható mintázatot, vagy valamit, ami alapján a sikeres tudományos karriert
nem tudom, jósolni tudják a jövőben. Uh-huh. Ez egyébként elég sok munkát végeztek, mert nagyjából 3000 fizikus és egyéb más területen dolgozó kutatók publikációját nézték át. Na de, a kérdés, aztán még elmondom, hogy mi ez a Q-faktor, és miből számítják ki? Az A, ez az különböző skilleitől függ, vagy az adott kutató skilleitől függ, mint egy kutatásban a kreativitás, akár az ötlet, hogy megtervezzük a kutatásnak a folyamatát, a csapatépítő és szervezőkészség, előadói képességek, vagy hasonlók. B, a hivatkozásoktól függ, tehát minél több kereszthivatkozás van egy cikkbe, illetve minél több amúgy is magas hivatkozású cikk van benne, annál jobb lesz az érték. Vagy pedig C, mindkettő, plusz egy L érték, egy luck angolból átvett rövidítés, hogy a szerencse faktort is hozzáveszik, és a visszautasított és elfogadott, bocsánat, a visszautasított és elfogadott publikációkból számolják. Tehát, hogyha visszaküldték azt a cikket, hányszor, mikor világos, fogadták világos. El? Hát az elsőt azt kizárnám. Igen. Mert hogy önmagában szerintem az nem lehet elég, vagy nem tudom, meg az alapján, amit elmondtál, abból is arra következtetek, hogy ezek a soft skill-ek tök jó, hogy megvannak, de önmagukban nem elég. Az utolsóra éppen szavaznék, de ott nem tudom, hogy ezt hogy mérik például. Tehát hogy tudják mérni azt, hogy egy adott kutatócsoportban milyen készségekkel rendelkeznek ezek az illetők, pedig tök izgalmas lenne. Én valószínűleg azt jelölném meg, de szerintem ez csak az idézettség alapján megy. Azt azért mondjuk el a hallgatóknak, nem tudom mennyire tudják, hogy... Ja, nem tudom. Matematikai modellekről beszélünk elsősorban, tehát ezek olyan hálózatok alapján, meg mindenféle... Jó, legyen a harmadik. Tehát, hogy mindkettő plusz van egy L érték, ami valahogy... Nem tudom, ez nekem nagyon gyanús, de úgy ez a... Beleszúrunk egy misztikus kis izét, és akkor ebből lesz valami, tehát... Mert hogy a szerencsét, azt nem tudom, hogy tudja így mérni, vagy előrejelezni, vagy... Szóval azt jelölöd meg? Esélyt éppen. De nem, tud, a B-t, a hivatkozásoktól függ, azt mondod. Hát a C-t jelölném, de legyen a B, földhöz ragadtabb vagyok. Jó? Nem sajnos. Ajj! Nem sajnos. Képzeld el, hogy az A, amit nagyon hamar kizártál, egyébként érdekes, mert nem túl sokat írt erről a cikk, hogy pontosan ezt hogy mérték, hogy a kreativitás, szervezőkészséget, meg ilyesmi, de állítólag a Q-faktor az erre... koncentrál, hogy ezt tudják valahogy mérni. Viszont nagyon aktívak YouTube-on a kommentelők, sokkal aktívabbak, mint bármelyik más fórumon, megértem már oda elkezdeni feltölteni az adásokat, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ezt valaki megírja. A Q-faktor egyébként van egy pici hátránya, hogy csak akkor tudják kiszámolni, hogyha legalább 20 cikk és 10 évre visszamenő idézettségi mutatód van, tehát ezt ilyen friss pályakezdő kutatóknál kicsit nehézkes lenne, főleg olyanoknál, akik már benne vannak. Tehát a már befutott pályába. Kutatókról meg tudjuk mondani, hogy vajon befutnak-e. Nagyjából egyébként igen. De viszont, hogyha megvan, akkor 80%-os pontossággal meg tudták mondani, hogy milyen idézettséget fog kapni a következő cikk. Remek. Szóval lehet, hogy hasznos lesz a jövőben. Hát figyelj, mondjuk, ha valaki nagyon felkapott egy adott területen, valószínűleg, ha ír valamit, akkor arra sokan fognak hivatkozni. Igen, bár azt is mondták, hogy érdekes módon azt gondolnád, hogy egy kutató idősödik, egyre jobb cikkeket fog írni, tehát egyre magasabb lesz az idézettsége, mondjuk úgy fejlődik, de nem. Tehát ezt teljesen randomszerűnek találták ezt is, hogy nem feltétlenül függ össze azzal, hogy mennyi időt töltöttél a pályán eddig. Kíváncsi vagyok, hogy Barabási Albert Lászlónak és csapatának mekkora idézettsége lesz ezután a publikáció. Ugye mikor jön vendégnek a podcastbe. Így van, majd arra is kíváncsian várjuk a választ. Na jó, folytassuk a témánkat, aztán jön a visszavágó utána. Van egy jó hírünk azoknak, akik előfizettek Patreonon támogató jelleggel a szertára, ugyanis nekik ez nagyon aktuális lesz az, amit most fog mondani Gábor. A többiek csak szombattól hallják ezt az adást, tehát ők két nap késésben vannak. Mert hogy mi az, ami ma van? Éppen egy konferenciára készülünk, illetve hát ma éppen ott ülök jelenleg is ezen a konferencián. Felvett adás gyönyörei. Ugyanis Szegeden a Szent Györgyi Albert Agórában, tehát a kiállításunknak helyet adó épületben éppen egy konferenciát, egy mini konferenciát tartunk. Ugyanis van egy általunk nagyon szeretett és tisztelt
piarista tudós szerzetes tanár, Kovács Mihály, aki szegedi születésű és idén 100 éve született, ő az első magyar informatika tanár, és ráemlékezik a Neumann János Számítógép Tudományi Társaság és a Piarista Rend magyar tartománya. Mi már idén kötöttünk egy együttműködési megállapodást, és már Budapesten, a Budapesti Piarista Gimnáziumban bemutattunk egy kiállítást, amit Laci nagyon sajnálatsz, hogy nem láttál, mert két főhőse volt, egyrészt a 100 éve született, nem, de szerintem egy olyan személy, akit nagyon tisztelsz, tehát egyrészt a 100 éve született Kovács Mihály, másrészt pedig a 120 éve született Öveges József, és előttük tisztelektünk, de úgy gondoltuk, hogy mivel Miska bácsi, akit én még személyesen ismertem, ő Szegeden született, ezért elvisszük az ő szellemét, vagy visszahozzuk az ő szellemét Szegedre, és ott egyrészt Görbe László fog róla beszélni, a monográfusa, aki szintén piarista szerzetes, másrészt Vojnárovics Ferenc, aki a Wigner központban, tehát a KFK-iban, egykori KFK-iban fizikus és a tanítványa volt, másrészt pedig Károly Attila, a Dugonics András gimnáziumnak a tanára beszél a szegedi éveiről. Nekem most az jutott eszembe hirtelen, te mondtad, hogy őt személyesen ismerted, tehát gondolom van róla egy benyomásod, milyen ember volt. Hát egy elképesztő ember volt, nagyon-nagyon szerettem. Viszont azon gondolkodtam, hogy amikor a műszaki tanulmánytárban jártunk először, ott is elmondták nekünk, hogy voltak idők, amikor Magyarországon szinte tiltott tudomány volt az informatika, valami ilyesmi. Hát majd ezt mindjárt árnyalod, de akkor ez hogy létezett egymás mellett ez a kettőség, hogy valaki már akkor ezzel foglalkozott? Ráadásul egy egyházi gimnáziumban. Igen, halmazott a hátrányos helyzetét. Ez még egy plusz buké. Hát nézd, a korai sztálinizmusban valóban előfordult, hogy polgári áltudománynak nevezték a kibernetiket, és egyébként jó pár börtön viselt magyar kibernetikusban, Tarján Rezsőtől Kozma Lászlóig, akik különböző koncepciós perekben, tehát nem feltétlenül a kibernetika kapcsán, hanem egyéb perekben, de éppen börtönben voltak a Rákosi korszakban, de utána ez 56 után, tehát a Kádár rendszerben azért megváltozott, és 1958 körül készült el az első magyar elektromechanikus számítógép, Kozma László tervezte a műegyetemen, és 1959. január 21-ére készült el a Magyar Tudományos Akadémiának az M3 nevű elektroncsöves számítógépe. No, és Kovács Mihály, Budapesti Piarista Gimnáziumban az 58-59-es tanévben kezdett el kibernetikát tanítani, tehát amikor ez egyáltalán Magyarországon megszületett, akkor ő már tanította a diákjainak. Annak a biztos tudatában, hogy a legtöbb diákja miután leérettségizik, vagy évekig mondjuk segédmunkásként fog dolgozni, mert egy egyházi iskolából nem veszik fel olyan könnyen az egyetemre, és utána, mint munkás fiatal már esetleg bekerül az egyetemre, vagy emigrál. És nagyon sok olyan tanítványa volt, aki emigrált, és ebből a hátrányból kovácsolt erőnyt, ezt mindig el kell sütnöm, borzasztó. Ragadni, az a szörnyű, hogy egy korábbi rádióműsorban is elsütöttem, és hogyha valaki ezt összeveti majd, akkor szinte szó szerint, na mindegy, nem érdekes, de hát remélem, hogy a metszeten túl is azért vannak, akik hallgatják ezt az adást, és újdonság számukra rengeteg tanszerkatalógust kapott Miska bácsi, és ő külföldről, meg egyébként előfizettek neki a National Geographic-ra, ami élete végéig járt neki, ő egy szerzetes lakásban élt a gimnázium épületében a Mikszáth téren, és a fizika szertárból, ami tele volt ilyen Marx és Mérei gyártmányú háború előtti ósdi elképesztő kísérleti eszközökkel, ő ebből fejlesztett egy országos színvonalú kibernetikai klubot gyakorlatilag, és hétvégenként tényleg klubszerűen is, illetve ilyen szemináriumszerűen, tehát mint egy egyetemi szeminárium, ahhoz hasonló légkörben kezdett el kibernetikát tanítani. Egyébként 59 áprilisában már vitte a tanítványait, tehát gimnazista gyerekeket a akadémiára, az első magyar számítógéphez, és mivel azt azért belátta, hogy itt számítógépet emberi belátható időn belül nem fog tudni szerezni az iskolának, ezért elkezdett játékokat
építeni a diákjaival. Tudta, hogy hogy lehet őket megfogni. Hát hihetetlen egyébként egy zsírozás nevű kártyajátékot játszó, most meg rád néztem, na mindegy, borzasztó ezek a szójátékok. Csak na mindegy, mindegy, tehát kártyajátékot. Háromszor hármas amőbát játszó játékot, amire nem volt még magyar szó, tehát azt, hogy amőbe azt nem használták erre, úgyhogy malmozó gépnek nevezték. Halom nevű játékot, műegeret, ilyeneket építettek, sőt, feleltetőgépet és didaktomat néven, amivel bedrótozták az egész tantermet, és mint a parlamentben a választó úgy lehetett a kérdésekre elektronikusan válaszolni. Hogy ilyen, én azt hittem, hogy neki kellett felelni, mikor kihívott a tanár, és így ilyen, és, nem tudom. És az a durva, hogy most ezek a IKT-s eszközök nagyon kelendők a különböző oktatási platformokon, abszolút, hogy egy... a mobilodon hogy tudsz válaszolni a tanár kérdéseire, és ő ezt az 50-es években, akkor 60-as években. Erre most többentem rá, mert a Neumann Társaságnak nem olyan régen jelent meg egy IKT pedagógusoknak nevű képzési modulja, ami pont azt segíti, hogy a tanárok a tanórán minél jobban használják az IKT kompetenciákat. Ehhez egy ingyenes tankönyvet is rendelkezésre bocsátottunk, és erre itt van egy tanár, aki az 50-es években IKT pedagógusoknak, tehát informatikai kompetenciákat kezdett el használni, és a 60-as években például feleltetőgépet alkalmazott az óráján. Volt követője? Volt követője. Itthon Magyarországon, vagy abban a korban valahol elindult valami, ami aztán csirájában el lett folytva, vagy nem lett elfolytva csirájában, sőt, inkább talán izgatta is ez az akkori szaksajtót. Azt azért nem nagyon merték leírni az akkori újságok, hogy egy egyházi iskoláról van szó, tehát piarista gimnázium helyett mixáttéri gimnáziumot írtak a publikációkban, de annyira izgatta ez őket, hogy utána alakult egy központi kibernetikai klub, a József Attila Gimnázium, a MTA KKC munkatársaival, többek között a Szent Iványi Tibor volt ennek az apostola, ő már a 60-as évek elejétől. A programozott oktatással is elkezdtek Magyarországon foglalkozni a didaktomat hatására. Sőt, a Miska bácsi 1966-ban megkeresett egy budai járási háziipari szövetkezet nevű kiszövetkezetet, akik a Mikromat nevű kibernetikai építőkészletet, tehát egy ilyen kitet, egy ilyen kibernetikai játékot, ami négy jelfogóból állt, és a számítógép alapvetéseit lehetett vele megtanulni, ezt le is gyártották egy 2-3 ezer példányban, 400 forintért volt kapható, és nagyon sok gyerek ezt megvette játékboltokban, és bizony elkezdett vele foglalkozni. Ezt egy Vojnárovics Ferenc nevű úr tervezte diákként, a prototípust úgy nevezte el, hogy tücsök, a ciripelő jelfogókról, relékről, és a mától fogva, tehát az adásba kerülés napjától fogva, ez a Szegedi Informatika Történeti Kiállítás része, ez a tücsök nevű prototípus. Én azt ütötte meg a fülemet most, hogy kibernetikát mondasz mindig, ez miért? Miért nem informatika? Hát vagy mert így hívták valami akkoriban, de itt azért van egy hierarchikus viszony is a elnevezések között, de ezt ugye Norbert Wiener találta ki eredetileg ezt a kibernetikát, amelyik részben az élő szervezetekben, részben pedig a gépekben lezajló folyamatoknak a modellezésével foglalkozik. Uh-huh. Ezt úgy is szokták fordítani, hogy vezérléstechnika, vagy irányítástechnika, szabályozástechnika, vagy nekem a kedvencem az német Pál a kifejezése erre, számítás-irányítás gépekkel. Ez nagyon jól lefedi, hogy ebben a kibernetikában nem csak a számítógépek vannak benne, hanem például az ipari vezérlések, vagy hogy megint hazabeszéljek, a állatmodellek, a műállatok, amelyekből a leghíresebb a Szegeden készült a Katica Bogár, dr. Muszka Dániel. Láttuk azt is. De láttuk a tanulmánytárban, de az egy másolat. A tanulmánytárban egy 2000-es évek elején készített másolata látható. Igaz, bocsánat. Az informatika történeti kiállításban a Szegeden meg ott van az eredeti példány is, de azért ott van egy másolat is, amit a tárlatvezetőben is de mutat. Ott is ledöbbentünk, mert valamilyen egészen modern játékra gondoltunk, és kiderült, hogy az is a... 1956-os évjáról. Igen, lehet simogatni, nem talán is valami reagál valahogy rá. Valami olyan, hogy valaminek elfordul. Igen. Hát ez a pavlovi feltételes reflexeket modellezi, tehát lát, hogyha rávilágítasz egy zseblámpával, akkor elindul a fény felé.
ha lenyomod valamelyik pöttyét, akkor azt fájdalomként érzékeli, akkor bedurcizik, tehát abba hagy mindent, és elkezd sipítani, akkor meg kell simogatni a hátát, akkor hajlandó újra közlekedni, és egyébként tanítható, tehát hogyha miközben követteted vele a zseblámpa fényét, közben sipolsz neki egy síppal, akkor egy idő után megjegyzi, hogy a sipszó az egy jó dolog, és ha leoltod a lámpát, akkor a sipszót is követi. De nincs jó. Olyan nap alatt. Nincs. És egyébként ma már bemész bármelyik elektronikai boltban, és veszel egy robotporszívót, és valahol ezek rokon találmányok. Pont most gondolkodom egyen. Én is, nekem is eszembe jutott a napom. Csak félek, hogy a kutyám Pavlov reflexei. Kösz a kutyára egy ilyen kefét, és hogy járkál, így húzza maga után, ez kávé volt. Ez a biorobot. Biorobot, jaj. Egyébként 2 héttel ezelőtti adásunkban, mikor volt itt Miklósi Ádám? Annyi, szerintem igen. Pont ezt mondta, hogy a kutya az első biorobot. Tehát itt is valahol egy ilyen kibernetikai előtörténet sejlik fel. Nekem van otthon műsvábbogaram, de az a klasszikus értelemben nem robot, mert egy rendkívül buta jószág gyakorlatilag egy fogkefe fejnek és egy mobiltelefon rezgőmotorjának a frigyeként jött létre egy ilyen szürreális kísérlet eredményeként, ez a Hexbug nevű gyártó gyártja, bekapcsolom és össze-vissza járkál, de teljesen azt az érzetet kelti, mintha valami élő szervezet lenne, pedig nagyon távol áll tőle. Hát a fogkefe helyett pedig filctollak lennének a lábai. Akkor robos kicsnek nevezni. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, Gábor. Nagyon szívesen, egy élmény volt. Egy Nóra vezet Habci a hírkvízben, de hát jöjjön a visszavágó, ismét magyar vonatkozás következik. A tied is magyar vonatkozású? Nem, ez nem. Jó, hashtag magyar siker. Egy magyar designer, Farkas Róbert, megvan? Nincs. Az Indiegogón indít egy kampányt egy ismeretterjesztő mesekönyv trilógiához, Clever Foxy's Tale címmel, az okos rókák meséje. Ezekben a gazdagon illusztrált könyvekben egy még felnőtteknek is nehéz témát dolgozna fel kisgyerekeknek. Mi lenne az? Húha! A. Biológiai, etikai kérdésekről fognak beszélni, tehát ilyenek különböző fejezetek, hogy meddig alakíthatja az ember, illetve nyilván a róka a környezetét, mennyire nyúlhat bele az élőlények genetikai információiba, milyen tulajdonságait választhatja meg a jövő róka kölykeinek, tehát ilyen típusú, nyilván erről van szó, vagy B. simán csak modern fizikáról fog szólni, tehát ilyen ősrobbanás, magfúzió, fekete lyukak, kvantumfizika, fénysebesség, vagy C, a vallás és a tudományok viszonyát boncolgatja. Tehát, hogy az erdő lakók különböző nézeteket vallanak, és hogy hogy állnak a racionalitáshoz. Világos. Na, lássuk. A biológiai téma talán a rókából fakadóan kicsit kézenfekvőbbnek tűnik, mert hát hogyha az. A fizikáról szólni, én egy kis részecske gyorsítót választottam volna a hősömnek, vagy nem tudom. Ez az utolsó megtán, ez esik a legtávolabb. Vallás és ideológiai problémák. Elkészült már? Ja, nem készült még. Nem, ennél, most hogy... gyűjti húha, a 6900 dollárt szeretne összeszedni. Aha. Ugye 3 könyvről van szó, ez közel 2 millió forint. Igen, egy trilógiáról lenne szó. Ja, igen, ezt mondtam. Ebből a pénzből, ott levezeti az oldalon, hogy ebből mi minden valósulna meg. Jó, hát nekem nagyon tudom. Tetszik egyébként a grafika, amit eddig láttam, meg a videó, amit mellékelt hozzá. Majd megnézem. Lehet, hogy befizetek egy könyvre. Nincs sok támpontom. De jó, legyen a bioszos dolog, mert az amúgy is divatos mostanság ilyen bioetikai kérdésekkel foglalkozni, mert róka talán ezt jól tudja találni, bár kérdés, hogy ezt a gyerek miért akarna erről olvasni? Hát miért akarna a gyerek mondjuk modern fizikáról olvasni? Ez is tehát mondjuk igaz. Vagy vallásról és... Na, jelöljük meg az át. Jó, az a jó, hogy akkor így még van esélyem legalább egyenlíteni, mert hogy nem modern fizikáról fog szólni ez az egész. Az asztrofizikát imádja állítólag Farkas Róbert, és ezután jött ez az elképzelés. De miért pont Róka, hogyha Farkas Róbert a neve, akkor lehetett volna egy Farkas Róbert? Úristen, ezt megfertőzött a vendégünk, igen. Úgy látom. Jaj, egyébként van szakértője is a könyvnek, Rafai Péter, aki asztrofizikus, úgyhogy együtt
dolgozzák ki a történetek koncepcióját. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy próbálják majd megközelíteni ezeket a témákat. Jó, érdekes ötletek hangzik, kíváncsiak, mi lesz belőle. Na de addig is még kiderül, jön az én második kérdésem. Az elektronmikroszpók belesültem pedig. Igen, egyszer volt egy ilyen képed, amit csináltál. Elektronmikroszpók. Na szóval, te is láttál már, gondolom, ilyen képet. Mi az első, ami eszedbe jut, vagy hogyha ránézel, mi az, ami szembe ötlik? Hogy fekete-fehér. Igen. Így van. Amióta megcsináltak az elektronmikroszkópot, ez így is van. De vannak ilyen hamis színezési. Vagy viszont 15 év munka után most sikerült először színes elektronmikroszkópos felvételt készíteni. De azt, hogy hát abban a tartományban a fény hullám hossza, az nem... Elmondhatom, hogy a kérdés. Ja, persze. Zacit, jó. Köszi. Ezt úgy értékel egyébként, hogy az úgynevezett lantanoid elemek közül háromfélét használtak, ezek a lantántól a lutéciumig tartozó fémek a periódusos rendszerben. Igen, egyébként a kete kedvenced a neodímium is közte van, tudod, a mágnes. Szóval ebből kiválasztottak hármat, megnéztem az eredeti cikket is, de nem találtam nyomát, hogy pontosan melyiket használták, teljesen mindegy. Lényeg, hogy ezt egy tárgylemezre rétegzik, nagyon vékonyan, és amikor az elektronok ezekből a fémekből kiütik az elektronokat, akkor ez valamilyen színű fényt bocsájt ki, amit ez érzékel. És a kérdés, milyen színek ezek, és milyen környezetben használták először, tehát mi volt az a kísérleti helyzet, ahol amiről kép készült ilyen. Az A piros-zöld-sárga színű és egy sejten átközlekedő fehérjéket nézték, a B kék-lila-zöld és egy sejtmagot, azon is belül a DNS-eket vizsgálták, vagy pedig zöldes-sárgás árnyalatok és a sejt felszínét nézték. Tehát mi volt még egyszer? Tehát, hogy milyen színű, milyen színt alkottak meg lényegében, ez egy piros... Csak a vizsgált dolgokat mond. A sejten át közlekedő fehérje, tehát a sejtmembránon át közlekedő fehérjék, sejtmag, vagy pedig a sejtfelszín magát. A szín az nem is érdekel? Mik voltak, akkor mondd el azt is. A piros-zöld-sárga az az első, a kékes-lilás az a sejtmaghoz kapcsolódik, vagy pedig ilyen zöldes-sárgás árnyalatok az a sejtfelszín. Hát én a zöldes-sárgát bírnám elképzelni egy sejtfelszínnel. Igen? Ez totál random, igen. Egyébként nem véletlenül írtam ezt bele, ezeknek az anyagoknak a lantanoid elemeknek nagyjából ilyen sárgás-zöldes fényjel ég az összes, hogyha ezt veszük, de nem sajnos, mert piros-zöld és sárga és közlekedő fehérjéket néztek, mert azzal nem tudom, jobban lehetett őket vizsgálni. Úgyhogy ez nem. Annyira nem izgatott fel ez a hír, de jó, okay, szerintem jó, belinkeljük majd a kép, ez nem tök jól néz ki. 1-0-ra vezetsz. Te már nyertem. Hogy ennyit nyertél. Vagyis, hogy te nyertél, kicsit fáradt vagyok. Igen, ez az. Köszönöm a játékot. Jól van, szóljanak a fanfárok apcinak, de amíg megszólalnak ezek, addig iratkozzatok fel a podcast adásainkra, vagy pedig kövessetek minket YouTube-on, hiszen most már oda is feltöltjük őket. Illetve Facebookon és az Instagram oldalunkon is. Ha pedig szeretnétek hozzájárulni a technikai költségeinkhez, illetve az adás készítésének költségeihez, akkor fizessetek elő a Patreonon. Ugyanazt kapják a nem előfizetők is természetesen, viszont a Patreon támogatóink már hamarabb hozzájuthatnak a műsorokhoz. www.patreon.com/szertár. Köszönjük. Találkozunk jövő héten. Sziasztok. Hello.